Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Most megláttam itt magamat a kamerában, hát hiú ember volnék, de most megláttam magam itt a kamerában, és azt látom, hogy most már milyen hosszú a hajam. Még másfél hét. Jó estét kívánok, kedves Gulden Csilla, az egyedül név, amit feldobott a Facebook. Ugye a Chabad Lubavitchi szokás, hogy Pészáktól Savótig nem vágjuk a hajunkat, nyilatkozni, mármint szakállat nyilván nem vágunk, azt nem vágunk egész évben. Erev Savótkor, azaz jövő vasárnap, nem most vasárnap, hanem jövő vasárnap fogok tudni hajat vágni, már be is van rendelve a fodrász, ez még másfél hét, hát szóval addig még túl kell éljem a hosszú loboncommal. Nem szeretem, amikor hosszú hajam megvalom férfiasan. Jó estét kívánok, kedves Margit, jó estét kívánok, kedves Sára, jó estét kívánok, kedves Gerge, és annak a további 60 tanulótársnak, aki még itt van, jó estét kívánok, kedves Tünde, de összesen csak 5 nevet dobott fel eddig a Facebook, nem értem, hogy miért van ez. Szóval nem szeretem, amikor hosszú a hajam. Örülök, hogy van hajam egyébként, 45 évesen nem olyan rossz dolog, ha az embernek van haja. Nekem van hajam, hál' Istennek sok is. De most már jó lenne majd levágni, még másfél hetet kell várjak. Szóval, hogy nem baj. Ha már megosztatok, nem szoktam, most nem láttam magamat, nézegettem magamat a tükörbe ma, és most megláttam itt a Facebookon, úgyhogy ajvé, elnézést kérek tőletek, hogyha az ábrázatom, a fizimiskám rendezetlen, nem nagyon álltam föl a reggel a számítógép elől, ma egy elég kemény napom volt, hát egész éjszaka nem nagyon aludtam, és 3:30-kor. Én általában 4:30-5 órakor kelek körülbelül, 4:30 és 5 óra között, ez az általagos megszokott kelési időm. Ma reggel 3:30, ezt kicsit megfejeltem, vagy erre rágyúrtam, 4:30-kor keltem föl, és azóta gyakorlatilag a számítógép előtt ülök, leszámítva az utolsó másfél órát, amikor kedves barátaimmal és a feleségemmel és kedves barátaimmal töltöttem az időt, de hát szóval, oké, az ábrázatom gyűröttségének ezt tudjátok be, hogy szinte, nem tudom, 10 sok órája ülök itt a számítógép előtt, úgyhogy ezért elnézéseteket kérem, de nem baj. Jó estét kérek mindenkinek, aki most csatlakozott. Anna, Gergely, Sándor, György, Csaba, Dóri, jó estét kívánok Zoltának, gyülekezik a kemény mag. Egy csomó név ismerős, bárcsak a Vince család például, bárcsak egy olyan körülbelül 20 nevet dob föl itt a Facebook, és több mint 100-an vagyunk, ez azt jelentheti, hogy vagy valami hiba van az algoritmusban, jó estét kívánok, kedves Mihály, vagy pedig az lehet, hogy sokatokat név szerint nem ismerek, bárhogy is legyen, nagyon megtisztelő, és köszönöm, hogy itt vagytok. Jó estét kívánok nektek, ma is a Lubavitch Rebbe tanításaiból olvasunk. A Lubavitch Rebbe 1943-44-ben írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy ha jom-jom, napról napra. Egy nagyon különleges könyv egyébként, nem nagyon, egy ilyen fajta könyvet még nem tapasztaltam, nem láttam semmilyen más rabbinikus irodalomban, vagy rabbinikus könyvek között, ugyanis a Rebbe tulajdonképpen egy naptárt készített. A lényeg ennek a könyvnek az egy naptár. Ő elmondja, hogy minden napon melyik tórai heti szakasznak, melyik részének a felolvasása történik, milyen zsoltárokat kell mondani, a tányából, a haszid irodalom legalapművéből milyen részeket kell felolvasni, és minden napra ad a Rebbe egy érdekes üzenetet, egy haszid gondolatot, egy aforizmát, egy történetet. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ezt a könyvet, és azt gondolom, hogy ez egy jó sorvezető lehet ahhoz, amit mi itt minden nap csinálunk, tanulunk. Annak érdekében, hogy megismertessem veletek a zsidó gondolkodásmódot, a rabbinikus gondolkodásmódot, és azon belül is a haszid gondolkodásmódot, a haszid filozófiát, a zsidó filozófia alapjait. Úgyhogy ez egy sorvezető, ez egy mű, amit én sorvezetőként használok. Jó estét kívánok mindenki, aki most csatlakozott. Sziasztok! Oké. Ijár hónap 24-e van ma, nem sokára Savuot ünnepel, jövő hét. Ugye Savuot, ugye említettem, hogy jövő hét vasárnap, tehát nem most következő vasárnap, az azt követő hét vasárnap, másfél hét ma fogok tudni nyilatkozni, ez lesz Savuot előestéje, azon a vasárnap este fog beköszönteni Savuot, ami egy kétnapos ünnep itt a diaszpórában, úgyhogy majd azon a hétfőn és kedden nem fogunk találkozni, ne ijedjetek meg, de erről majd még fogok beszélni. Most már kevesebb, mint 2 hét van Savuot ünnepéig,
A Sávot ünnepe nekem az egyik kedvenc, ha nem a kedvenc ünnepem. Egyrésztről spirituális szempontból nagyon magasztos, hiszen ez a tóradás ünnepe, ez a tóradás évfordulója. Az azt jelenti, hogy ezen a napon ment föl Mózes a Szináj hegyre, és Isten az egész zsidó népnek ezen a napon adta át a 10 parancsolatot, és tulajdonképpen az egész tórát. Ez spirituális értelemben, és másrésztről pedig a nyárnak a kezdete, ami nekem a kedvenc évszakom, a tavasz-nyár, és ez a nyárnak a kezdete, úgyhogy én a Pészákot és a Savót ünnepeket szeretem a legjobban. A Savót a Pészákhoz képest nagyon jó, abban a tekintetben, hogy nincsen semmi dolog vele. Pészákkor az egész házat, Pészák előtt az egész házat fenekestől felforgatjuk, kitakarítjuk, stb. Ugye nem eszünk kovászosat 8 napig, és a többi, Savotkor nincsen tulajdonképpen semmilyen megkötés, csupa jó dolog van, egyszerű és jó dolog van. Savot estén például fenn szoktunk maradni egész éjszaka, és tanulni szoktunk, ez a hagyomány, erről majd fogok beszélni még majd Savot előtt. Oké, okay. No, ilyen hónap 14-én, tehát a Rebbe a következőt mondja, ugye most ezen a héten is azt a heti szakaszt fogjuk olvasni, Behár és Behukotáj szakaszt, két szakasz, dupla szakaszt fogunk olvasni, csak érdekességképpen mondom el, hogy Mózes 5 könyve, tehát a Tóra 54 szakaszra van felbontva, amit mondjuk heti szakaszoknak, úgynevezett parásáknak, ami részleteket jelent, parásáknak hívunk, tehát 54 darab parásá, 54 darab heti szakaszra van osztva az elejétől a végéig, és minden szombaton felolvasunk egy darab heti szakaszt. Most, vannak olyan évek, amikor szökőév van, amikor több szombatunk van, ugye a szökőévben egy extra hónapot iktat be a zsidó kalendárium, erről korábban már beszéltünk, és ilyenkor több szombat van. Egy átlagos évben, mint a mostani, ami nem egy szökőév, úgyhogy kevesebb szombatunk van, ilyenkor az szokott történni, hogy az 54 szakaszból, tekintve, hogy nincs 54 szombatunk, csak 51, vagy valahogy így, ezért vannak olyan szombatok, amikor dupla heti szakasz van, vagy két heti szakaszt olvasunk föl. Ez a szombat, a most következő szombat is ilyen, hogy kettő szakasz fogunk olvasni, az egyiknek a Behár kezdetű szakaszt, a másik a Behukotáj kezdetű szakaszt, és most ez utóbbiról beszél a Rebbe. Azt mondja a Rebbe, hogy azt írja a Tóra, ha a törvényeim szerint jártok, a pontos tórai passzus az úgy szól, Mózes 3. könyv, 26. fejezet, 3. vers, ugye ez az utolsó heti szakasz egyébként Mózes 3. könyvéből, ezen a héten fogjuk befejezni Mózes 3. könyvét, jövő hét szombaton már Mózes 4. könyvének első szakaszát fogjuk olvasni. Oké, azt mondja a Tóra, ha a törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megőrzitek, és megteszitek azokat, akkor megadom esőiteket az ő idejükben, és a föld megadja termését, a mezőfája megadja gyümölcsét. Ugye a Tóra tulajdonképpen áldásokat mond, azt mondja, azzal kapcsolatban arról beszél, hogyha a zsidó nép kollektíve megtartja Isten parancsolatait, akkor milyen áldások fognak rá szállni, viszont hogyha, és ezzel szemben később lesznek az átkok, hogyha úgy hívjuk, hogy átkok, tohaha, átkok, hogyha mi történik akkor, hogyha a zsidó nép nem tartja meg ezeket a parancsolatokat, akkor milyen borzasztó dolgok fogják sújtani a zsidó népet. Két alkalommal van a Tórában ilyen szakasz, ilyen rész, ami átkokat tartalmaz, hogy mi fog történni akkor, ha a zsidó nép nem tartja be a parancsolatokat. Az egyik Mózes 3. könyvében, a másik majd Mózes 5. könyvében lesz. Ezeket tohahának hívjuk, vagy átkoknak. Most ezen a szombaton fogjuk felolvasni például ezeket. Tehát azt írja a Tóra még egyszer, ha törvényeim szerint jártok, ha törvényeim szerint jártok, és parancsolataimat megőrzitek, és megteszitek azokat, akkor megadom esőiteket az ő idejében, és a föld megadja termését, a mezőfája megadja gyümölcsét. Oké, azt mondja Rebbe, azt mondja, ha a törvényeim szerint jártok, ami írva van, ha a törvényeim szártok, azt mondja, ha szócskát, a Talmud, könyörgésként értelmezi. Az azt jelenti, hogy abban az értelemben, mintha Isten azt mondaná, hogy bár csak a törvényeim szerint járnátok. Nagyon érdekes, a Talmud nagyon sokszor tesz ilyet, aki is járatos a Talmudban, azt tudhatja, aki kevésbé annak elmondom, hogy a Talmud nagyon sokszor a Tórának egy-egy szavából nagyon mély következtetéseket volna. Azt mondja a Tóra,
im behukotai telehu, ha a törvényeim szerint jártok, azt mondja a Talmud, ez a ha szócska, a mondat kezdetén ez a ha szócska, ez egy könyörgés Isten részéről. Isten könyörög a zsidó népnek, bárcsak a törvényeim szerint járnátok. Könyörgöm nektek, járjatok a törvényeim szerint. De azt mondja, ne úgy olvasd ezt a részt, hogy ha a törvényeim szerint jártok, hanem azt, hogy bárcsak a törvényeim szerint járnátok. Isten könyörög a zsidó népnek, hogy tartsák be a micvákat, tartsák be a Tóra törvényeit, járjanak a törvényei szerint. Oké. Azt mondja, ha a törvényeim szerint jártok, bölcseink a ha szócskát könyörgésként értelmezik, abban az értelemben, mintha Isten azt mondaná, bárcsak a törvényeim szerint járnátok. Azt mondja Rebe, az a tény, hogy Isten mint egy könyörög Izraelnek, a zsidó népnek, hogy tartsa meg a Tórát, önmagában segítség az ember számára, és megadja annak lehetőségét, hogy az ember szilárdan ragaszkodjon ahhoz, hogy helyesen döntsön, azaz helyesen cselekedjen. Sőt, úgy van írva, a törvényeim szerint jártok, azaz a lélek mehalech halandó, vagy haladóvá válik. Oké, ezt nézzük csak, akkor mit is mond a Rebe? Azt mondja, az a tény, hogy Isten könyörög a zsidó népnek, hogy bárcsak járjatok a törvényei szerint. Ugye a Tóra azt mondja, ha a törvényeim szerint jártok, akkor ez is ez fog történni. Mit jelent ez a ha szócska a mondat elején? A Talmud úgy magyarázza ezt a ha szócskát, hogy Isten könyörög, Isten kérleli a zsidó népet, hogy bárcsak járjon a törvényei szerint. Márpedig, ha Isten kérleli, márpedig, ha Isten könyörög, az azt is jelenti, hogy Isten minden bizonnyal megadja annak lehetőségét, hogy a zsidó nép megtartsa ezeket a törvényeket. Hát hiszen hogyan könyörögne a zsidó népnek akkor, hogyha nem lennének megadva a törvények megtartásának a lehetőségei. Isten minden bizonnyal megadja ezeket a lehetőségeket, Isten minden bizonnyal megadja annak lehetőségét, hogy a zsidó nép egyénileg és kollektíve megtartsa a törvényeket, ezért fogalmaz a Tóra úgy, hogy imbe hukotai telehu, ha megtartjátok a törvényeimet, akkor ez is ez a dolog fog történni. Erről beszél a Tóra. Imbe hukotai telehu, bocsánat, csak itt közben kis technikai probléma adódott. Oké. Tehát erről beszél a Rebe. Azt mondja, a ha szócska az aként értelmezendő, hogy Isten könyörög a zsidó népnek, márpedig ha könyörög, az azt is jelenti, hogy Isten minden lehetőséget megad arra, hogy be is tartsuk ezeket a törvényeket. Ez egy nagyon fontos üzenet, kedves barátaim, ez azt jelenti, ez az üzenet, hogy valójában nincs az embernek, nincsen kifogásra lehetőség. Nem mondhatja az ember azt, hogy én nem tudom megtartani ezeket a törvényeket, mert ezek túlságosan nehezek számomra. Mert ezek túlságosan, mit tudom én, túlságosan, én olyan életvitelt élek, vagy stb. Nem, Isten nem kíván olyat az embertől, amit az ember nem tud megtenni. Mindig lehet megoldást találni, bizony nincsen ok, vagy lehetőség a kifogásra. A Talmud egy helyen egy nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja a Talmud, hogy most parafrezálom, tehát nem pontosan idézem a Talmudot, de azt mondja a Talmud, hogy ha azt gondolnád, ha az lenne a kifogásod, hogy azért nem tartod meg a Tóra törvényeit, mert szegény vagy, azt mondja, te nem lehetsz szegényebb, mint amilyen Hillel volt. Hillel egy híres talmudi bölcs volt, aki ténylegesen végtelenül szegény volt, és mégis belőle lett a nagy Hillel, mégis belőle lett ez a talmud bölcs. Ha te azt mondod, hogy nem tudom megtartani a Tóra törvényeit, mert én túl szép vagyok, én túl jó képű vagyok, és kajálnak engem a nők, és ezért nem bírom megállni azt, hogy szemérmesen viselkedjek, azt mondja, nem lehet szebb, mint József, mert József volt a legszebb ember, aki valaha élt. Azt mondja, ha azt mondanád, hogy te olyan gazdag vagy, hogy ezért nem bírod megtartani a Tóra törvényeit, mert olyan sok pénzed van, hogy az olyan kihívásokat jelent a számodra, hogy emiatt nem tudod megtartani a Tóra törvényeit, azt mondja, nem lehetsz gazdagabb, mint amilyen Rabbi Yehuda HaNasi volt. Rabbi Yehuda a fejedelem volt, a Misának a szerzője, mert ő olyan gazdag volt, hogy nálánál gazdagabb nem volt soha a világon. Szóval a Tóra, vagy a Talmud mindenféle emberekről beszél, akik példaként példaértékűek a parancsolatok megtartásában, példaértékűek a Tóra törvényének megtartásában, annak dacára, hogy lehetett volna kifogásuk, lehetett volna legitim, és itt a fontos szó, lehetett volna legitim kifogásuk arra, hogy ne tartsák meg a Tóra törvényeit, túl gazdag vagyok, túl szegény vagyok, túl szép vagyok, túl csúnya vagyok, mit tudom, hogy mindenféle kifogásokat talált az ember. A Talmud azt mondja, nincs kifogás. Nincs kifogás, mert ha túl szép vagy, nem lehetsz szebb, mint József. Ha túl szegény vagy, nem lehetsz szegényebb, mint Hillel. Ha túl gazdagabb vagy, nem lehetsz gazdagabb, mint Rabbi Yehuda. Szóval nincs kifogás.
És valójában ez bizony igaz. Látunk olyan embereket, akik most múlt hét pénteken, Lágba Omerkor sajnos volt egy borzasztóan szörnyű tragédia Izraelben, Meron városában, Rabbi Simon Bar Yochai sírjánál. Ugye nekünk is volt egy Lágba Omeri bejelentkezésem, és tavaly Izrael, vagy múlt héten Izraelben egy borzasztó tragédia volt. És olyan sztorikat hall az ember, hogy ez olyan családok, akik elvesztették a gyerekeit, elvesztette a férjét, stb. A legszörnyűbb tragédia az életben, ez nem hogy meghátrálta, nem hogy visszavetette annak az adott zsidónak az Isten hitét, vagy a parancsolatok megtartásába vetett bizodalmát, hanem meggyengítette, hanem megerősítette, és még közelebb vitte őket Istenhez. Szóval nincsen az embernek kifogása. Azt mondja a Tór, azt mondja tehát a Rebe, hogy Isten mint egy könyörög a zsidó népnek, hogy tartsa meg a Tórát, ami önmagában segítség az ember számára, hiszen megadja annak lehetőségét, hogy az ember szilárdan ragaszkodjon ahhoz, hogy helyesen döntsön. Sőt, úgy van írva, hogy a törvényeim szerint jártok. Mit jelent az, hogy jártok? Azt mondja, azt jelenti, hogy a lélek az mehálech, az haladás. Haladást jelent héberül. A lélek az mehálehé válik. Mit jelent az, hogy mehálehé válik? Haladóvá válik, az azt jelenti, hogy fejlődik, folyamatosan fejlődik. A lélek nem egy stagnáló, nem egy statikus dolog, hanem egy folyamatosan fejlődő dolog. Olyan dolog, amely képes arra, hogy javuljon, képes arra, hogy megjavuljon, hogy jobbuljon. Azáltal nyilvánvalóan a Tóra törvényeinek a parancsolatok megtartása által. És a Rebe hozzáteszi, azt mondja, a Messiás eljövetelével fénydelül arra, hogy milyen fontos is az egyszerűség, a szívből jövő cselekvés, mely az egyszerű emberek Isten szolgálatában mutatkozik, akik őszintességgel imádkoznak és mondják a zsoltárokat. Azt mondja, a Messiás majd rá fog világítani arra, hogy nem kell a dolgokat túlbonyolítani, az egyszerű ember puszta hite, amit úgy hívnak héberül, a rabinikus irodalom úgy hív, emunápsutá, az egyszerű hit, ami nem logikai következtetés eredménye, nem hosszas meditáció eredménye, hanem egyszerű, alapvető és csiszolatlan hit, ez bizony igen-igen értékes, és ennek az értékére majd a Messiás eljövetelével fogunk tudni számolni. Viszont vannak olyanok, sokszor ugye van egy olyan mondás, hogy az okos ember az akadályokat látja, a buta pedig a lehetőséget. Sokszor, hogyha az ember túl komplikálja a dolgokat, az sokszor kontraproduktív lehet, az sokszor hátrányos lehet, hiszen túl komplikálod a dolgokat, és azt gondolod, hogy biztos nem fog nekem sikerülni, én biztos nem vagyok méltó erre, én biztos Isten engem nem szeret, és így tovább. Az egyszerű ember pedig nem gondolkozik túlságosan sokat, egyszerűen csinálja, ami a dolga, csinálja, amit tennie kell. És nagyon sokszor ez az egyszerű hit, ez célra vezető, majd a Messiás eljövetelével fogjuk megtapasztalni azt, hogy milyen erős, milyen fontos is az egyszerű hit, amikor nem kombináljuk túl a dolgokat, amikor nem bonyolítjuk túl a dolgokat, amikor egyszerűen csak tesszük, amit tennünk kell. Mert ez a fontos, kedves barátaim, hogy az ember ne komplikálja túl. Sokszor fontos, hogy ne komplikáljuk túl a dolgokat. Persze gondolkodó emberek vagyunk, találjuk meg mindennek az okát és értelmét, ne csináljunk semmit automatikusan, ahogy erről tegnap beszéltünk, ne csináljunk semmit robotikusan, nem vagyunk robotok, hanem gondolkodó lények vagyunk, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy tiszta és őszinte hittel szolgáljuk Istent, ez a Rebének a mai tanítása. Kedves barátaim, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel, nem sokára, pár perc múlva itt a Facebook oldalon fel fogom tenni a mai tanulás anyagát. Elnézést, hogy ez a mai beszélgetés egy picit rövidre sikeredett, de még dacára ugyanakkor, hogy 3:30-kor keltem, még egy órát itt fogok ülni a számítógép előtt, ahhoz, hogy aztán holnap ismét folytassam kora reggeltől. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok, nagyon megtisztelő. Majdnem 130-an voltunk, ami különösen nagy öröm. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, jó egészséget, és vigyázzatok egymásra, és mindenki menjen oltakozni, amint lehet. Nem vagyok propagandista, nem egy politikai üzenet, mindenki tegye meg a tőle telhetőt az élet
védelme érdekében, és jelenleg úgy tűnik, hogy az oltás a legjobb dolog, amit az ember tehet, hogyha van rá egy mód és lehetőség, akkor menjetek el oltakozni, és vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget, holnap este 8-kor várlak benneteket. Ja, és hogyha kérdések vannak, természetesen küldjétek ide a Facebook oldalra privát üzenetben, holnap meg fogok próbálni válaszolni minden beérkezett kérdésre, amire eddig nem válaszoltam. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!